Üdv mindenkinek, Lalosz290 vagyok, és az volt az első dolga Mirillisnek, Lever Médiának, hogy leállt. Kedves, minden gyerekek, amit kihagytam, az annyi volt, vagyis amit ti nem hallottatok, hogy sikerült megoldanom, hogy sokkal kevesebb ammó legyen a fegyverekben, csak ezzel még várni kell, mivel jelenleg túl van lépve ez a megadott korlát. De elvileg, hogyha elkezdek lövöldözni és kifogyóban vagyok, de fölveszek új ammót, akkor... Hát akkor nem megy tovább. Most nem tudom, miért ültem be, jó lesz, nem? Dehogy nem. Itt álljál meg, aztán kész. Először le kell rakni ezeket ide az aljára, mert hát így működik a játék. Kicsi, jups. Meg... Jups, aztán ezt is így. Jups. Elvileg ez még nem elég. Kéne valahol, hogy legyen. Még. Hol találhatunk még szépséges kék ládikákat, amiket... Hát nem hiszem, hogy erre. Hogy ez elég? Jó, tudjátok, mit kipróbáljuk, aztán úgyis. Próba puding. A puding próbálja azt, hogy át tudunk-e ugratni. Végül is. Majdnem. Jó lesz itt a csalánosba. Na jó, van most meg ilyen genyás víz érkezik, vágom. Itt is ki lehet szállni, de... Mi van? Komolyan mondom, ez a Puzi Source Engine teljesen meg van hűlve. Jó, hát most nem, azon gondolkoztam, hogy ellövöldözzem-e a lőszert, mert hogy ugye sok van belőle, de nem, mert később úgyse tudok fölvenni addig, ameddig a korlátot meghaladva találjuk. Srácok, légy szíves óvatosan. Ho-ho-hoi! Örülök nektek, de visszamegyek, mert ott volt egy supply kráter. Na látjátok? Tele. De ha most kilövöldözök belőle egy csomót, újra töltöm, akkor megint tele. Szóval ez addig lesz tele, ameddig az én tököm is. Ah, lambdalokátor leszek. Mondjuk előzőleg se írta ki. Kell egyet, de. Halljátok ezeket a hangokat? Keci, egyszerűen megőrülök az atmoszférát. Nem tudom, atmoszféra, értitek? Kész, tetszik, bejön, nagyon jó. Valamiért túl jó. Merre megyek? Olyan easter egg feelingem van. Olyan nagyon-nagyon easter egg feelingem van. Azt a büdös rohadt kurva életbe! Azt a kurva anyádat, azt! Te is így jártál, spanom? Nem csodálom. Én is beszartam. Ilyet még egyszer te nekem ne. Ha lehet, akkor ne. Kösz. Úristen, geci. Szabályosan ugrottam egyet, esküszöm. Ennyire egy jumpscare még nem ijesztett meg. Annyira néztem azokat a kis ládákat ott hátul, és olyan perifériába ugrott be ez a kis gyökér, amit ugye nem figyel az ember. Ez okozza a legrot. Nézd már, ott is volt valami. Akkor lövöldözzünk, úgyis van lőszer. Kicsit növeltem a damon, vagyis hát nem növeltem, hanem inkább úgy mondanám, hogy reguláltam. Nagyjából most ami fejlövés, az tényleg fejlövés. Körülbelül úgy állítottam be. A többi pedig ugye testtől függően, mert igazából méri. Hát persze, hogy itt is egy toponya pofa van. Ez hova lett? Elteleportáltam. Na jó. Na úgyhogy úgy vannak regulálva a lőszerek, hogy meg az dami is, hogy az olyan körülbelül reális formában legyen játszható a játék során. Aztán csak vigyázni kell ilyen fasságokkal, hogy minden pályatöltés után visszanyomni a K betűt. Jaj! Mert különben padlóbánya, elkaszállak. Különben minden pályatöltésnél, hogyha olyan helyzet adódik, akkor telebassza a lőszert, és hát kicsit OP-k leszünk. Mi például most majd ezután. Ja. Let's get wrecked in the minibar. Még dőfunk az. Feel so good getting what I want. Yeah, keep on turning champagne is swinging, we don't give a fuck. Classic expensive, you don't get to touch. Elsőre! Ez szép volt, ezt magamtól se vártam el. Valahogy srácok, itt le lehet rövidíteni az egészet, mert itt egy olyan érőszint tudni illik, hogy itt ez nem nincs.
Én úgy emlékszem, hogy ezt valahogy le lehet rövidíteni, de szerintem nem lehet, mert amúgy... Amúgy valahol ez az a torony rész, ahol nekünk be kellene jutni. De mint látható, itt egyáltalán nincs rövidítési módszer. Viszont én ide parkolnám ezt a szart, mert ha minden igaz, akkor valahol ott fogok kijönni, nem pedig itt. Szóval nem ott jövök ki, ahol bemegyek, mert ez a lényeg. Ugorj! Jó! Akkor SMG-zünk egészen addig, ameddig élünk. Utána meg már nem. De mérthetőek az indokok. Ja, a lőszert már nem vehetek föl. Azt majd máskó. Hanem arra vagyok kíváncsi. A gránátok. Igen, 2 gránát lehet nálam összesen. Ezt is beállítottam. Jó, hát eddig úgy működik a játék, hogy tényleg mondtam neki, szóval. Eddig probléma nincs. Probléma valószínűleg az akkor fog következni, mikor ilyen helyeken anyád is. Nem tudom, hogy a pisztolynak a damját mennyire buffoltam túl. Elvileg csak egy kicsit reguláltam rá, kb. 4-et adtam rá. Na. Így, itt. Ja, itt nem kell mesterkedni semmit. Akkor megyünk tovább. Várjatok? Nem, megyünk tovább. Ja, itt egy kicsit. Annyi lőszer van, és nem tudom kilőni. BIM! Persze, hogy nem halt bele. Na. Ennyi lőszert elpocsékolni egy egyszerű metró kopra. Hál' Istennek nem tudok több lőszert fölvenni. Hála ez égnek. Vannak, vannak. Egy már nincs. 2 nincs. 3 nincs. Nagyon jó. Jó van, jó van, jó van. Kifizetődik az a sok csé, meg Warframe, meg nem tudom. HP. Gránátból van. Nem is akarom elhasználni. Eliski neve van egyébként már. Már észrevettem én is. Na várjatok, most jön a kérdés, hogy... Várjatok egy kicsit. Így, ez így 62. 63. Ilyen kevés lőszert ad. Azt hiszem volt valami hasonló probléma vele, hogy az oké, okay, hogy én reguláltam a lőszert. De sajnos ez regulálja azt is, hogy én mennyit veszek föl tőlük, igen. És szerintem akkor 90 a határ. Ja, úgyhogy annyira spare ammunition izé van. Nem tudom, egyszerűen konkrétan meg fog ölni egyet olyan 10 golyóból. Utána pedig kapok belőle egyet-kettőt. Ennyi. Actually, de ott megyek vissza, ahonnan jöttem. Hát akkor nem tudom, min aggódtam. Nem tudom, honnan szedtem ezt a valóságot. Na, ne használjunk lőszert. De megint! Menjetek már innen el, most már hát. Na. It's not overkill if he's dead. Na jó van. De is ott, nagyon jó, mindenki megvan. Az egész banda itt van. Valami olyan emlékeim vannak, hogy jönnek aktívan. Aha! Tehát még csak nem is az van, hogy 10 golyóból, hanem 25 ezer golyóból oldom meg a kilövésüket. Hát kicsit expensive, az biztos. Mindjárt nem lesz lőszer. Erről beszéltem, olyan spare izét kell kitalálnunk, úgy kell játszani, hogy az nekünk jó legyen. Most viszont felvetődik egy kérdés, hogy itt valahol kéne lenni egy health stationnek, ami itt volt egyébként, most így eszembe jutott. Jó, akkor tehát... Jelenleg van elég HP, elég életerő, elég energia... Juppi! Az ott... Nem, az csak a kapunak a vége. Azt hittem, hogy HP-t ölgöm. Hello! Na, ebből esett normálisan. A kis pakok úgy látszik sokat adnak. Na. Nem játszunk semmi hasonlót, kivéve, hogyha én azt mondom. De én most nem mondtam. Meg a jó édes, úristen, ezekkel mennyit fogunk most szívni. Éj, lebáv! Nagyon jó. Elütöm. Föl. Hú! Bocsi. Itt rakétáznak ám eze. Bocsi, srácok, de egy... Nem is F6-ot kell nyomni, mert ez izé, ez Half-Life. Source Engine. Mocskos Source Engine. Itt! Direkt ki akartam kerülni, nem hiszem. Áj! Ej, lemáó! Ó, lemáó! Igen, itt szoptam annó. Wow! Az. Oh, jönnek a ragíták! Nagyon jönnek a ragíták! Erre azért nem... Pepepi! Ki le?
Bent! Úri! Stop! Azt a füges. Hát ezt éppen hogy. Ennek egy hajszálon múlott az élete. Haladjunk akkor szépen tovább. Hála Istennek azt tapasztalom, hogy még mozgok, tehát betöltök. Betöltök, tehát élek. Suppiduppiduppidá, kérem vissza az egerem, köszönöm. Itt jön az a... keresgessünk resource-ot, és akkor éljük le az életünket egy sötét útban féle játékmenet. Szerintem igen. Csak az a gáz, hogy itt először föl kell menni. Valahogy. Őt onnan le lehet juttatni. Ja nem, ki kell pakolni a téglákat. Így. Most nekem kell is. Hála Isten. Miért volt ott magnum lőszer? Azt később kapom még csak, meg az messze van. Lambda lokátor mikor leszek? Arra is kíváncsi vagyok, hogy nem tudom, hogy hol lesz az a rész, ami engem annyira beszopatott annó. Hogy nem tudtam tovább jutni rajta, csak az x századik alkalommal. Na, ott lehet levágni az utat. Azt hiszem ezen a szent helyen. Nem, mit kell fölmenni. Na, itt lehet levágni az utat, de akkor viszont nem érintjük a magnumot, és azt én meg nem szeretném, mert a magnum meg kell. És különben se nagy levágás, ilyen középlevágás, de... Jó, jön attól még az a magnum. Ott is van. Nagyon jó, ez is modolva van. Hát egyre szebb az életem. De nem ezt fogom most elhasználni, hülye lennék. Elhasználom ezeket a szutyok fegyvereket. Ezekből van most még több. Tetszik ennek az animációja. Nagyon jó. Volt ízlésem skintéren. Na jól van. Így jön a helikopteres jelenet, nem? Igen. Fuck! Pedig elvileg valahogy ki lehet ám nyírni, vagyis ki is tudtam volna nyírni. Hogyha... Ha nem pazarlom el az egyik secondary gránátomat. Arra, hogy poénkodjunk egy sor. Jó! Hey! De igen, légy szíves! Százas pakkal küldjétek egymást. Nézzétek meg! Mert ők tudják, hogy én hol vagyok. Én nem tudom magamról, hogy hol vagyok. Fuck you! Fuké! Úristen! Ez hihetetlen, geci. Nem is tudom, mit kezdenék ennélkül a fegyver nélkül most. Akik ilyen 600 évbe tellenének, mire kilövöm őket. Van még? Kutyám, ha ugatsz... Ha ugatsz, jöhetsz és segíthetsz. Nyugodtan. Itt van. Nyitva az ajtónk. Be tudsz jönni. Már megtanultad, hogy kell kinyitni. Nyugodtan. Gyere, segíts. Itt ezek nem penetrál. Itt nem penetrál. Itt nem. Cségóba aztán minden penetrál mindenhol. Itt nem. Na, nagyon jó. Itt hullaházat hagyok magam után. Itt elkezd lövöldözni, mert ő raj. Így. Csak tisztítom az utamat valamivel. Ah, kell menni. Mi? Falon, textúrán, modellen, az világon át, értitek? Túl a tengeren és azon túl. Na jó van, töltsük föl magunkat. Nagyon jó ötlet volt annak, aki ide rakta. Huszi a pocakjára. Oh, oh! Azt hiszed? Na, így is tudok tölteni, be vagy szopva. Nagyon jó. Pif, 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 pif. No! Fuké off! Fuké off! Azt sem tudom, hova kell tovább menni. Megvan! Mondom, meh! Igen, itt volt a rövidítés. Konkrétan mindent meg lehetett volna oda. Atya, igen, ne, olyan fogyorú energia, mint az meghalok a gyermekilíti. Itt vannak bent. Jó. Ezek ki lehet lőni viszont. Shots fired! That's true. Get wrecked! Get sekrestést! Get sekrestést! Ez az. El van zavarva. Remek. Na! Nagyon jó. Hol van, hol hagytam az airbótot? Nem is tudom, hogy ebben a játékban vannak-e boss harcok. De azt hiszem egy nagy van. Úgyhogy arra meghagyom ezeket a lőszer típusokat szerintem. Bár nem kell, mert a játék ad belőle bőven. Ne bőkezés arany. Mert te vissza tudtál jönni abban a kondícióban, tényleg? Menjél innen. Na most kezdél dobálni? De! Most kezdél dobálni. Ne! Mész az anyádba ezekkel a hülyeségeiddel. Dobál! Ááá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 
Közben nem vagyok meleg. Az a jó, hogyha ide dobja, akkor legurul és én nem kapok belőle. Itt meg nem tud követni. Innen aztán viszont tényleg nem tud. Get a flip! Hát ez majdnem flip volt. Nem éppen a parkűri játék, amit elképzelek otthonra. Nem áll. Na jó van, skeck. Nagyon itt nem lehet abba hagyni a játékot, úgyhogy egy pár másodpercig még tolom. Aztán körülbelül ennyi erre a részre. Addig is, itt úgyis ilyen kis kikerülős rész jön. Úgyhogy addig köszönöm szépen, hogy megnéztetek. Következő részben pedig majd folytatgatjuk. Jaj! Jó, hagyjál békén a heréiddel! Nem hiszem el, hogy ennyit kell belőle dobálni tényleg, és itt annyira nem lehet megállítani a játékot. Mint ahogy sehogy már, sehol máshol egyébként, mert Half-Life 2. Egyelőre... Úristen! Vagy sehol máshol, mert Half-Life-ról beszélünk, kivéve az ilyen... csak a nyugodtság van. Igen, vannak ilyen pozíciók, tudom. De ez kedves volt pont ide berakni egyet. Na, valahol itten mostanság kéne annak az résznek elkövetkeznie, ahol tényleg el tudok tőletek köszönni az utcsó szóval. Nem éppen itt, tudjátok mit? Most de, itt lesz. Na, sziasztok!